Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a háttérben. Én a Fekete Ritha vagyok, vendégem pedig Jeszensz Kisolt, politikai hópista. Szervusz, köszönöm, hogy Köszöntöm jelentél. én is a hallgatókat, vagy nézők és is, is vannak is. most. Igen, hallgatók és nézők látnak és hallanak minket, és Amerikával kapcsolatban szeretnélek kérdezni több friss, aktuális hír kapcsán, viszont előtte még visszautalva itt az Orbán Trump találkozóra egy pár mondat erejéig, ugyanis nagyon érdekes volt már az előhangja is, de a visszhangja talán még inkább ennek a találkozónak, ugyanis Amerikában is viszonylag sokat foglalkoztak ezzel a találkozóval. Mondhatnánk azt, hogy a Mainstream liberális média egészen szerette ezt a témát Amerikában is. Milyen képet festettek ott Orbán Viktorról? Majd hozok egy-két idézetet, de te így összességében hogyan látod ezt? Hát a patásördögöt festették róla, de ebben nagy a, a verseny. Tehát ő, ő is patásördög, Trump is patásördög, Putin nyilván patásördög, tehát van, van a világban egy pár patásördög, akiket most a liberális média előszeretettel így össze is hoz, bár ők ugye valóban Orbán és Trump találkoztak is. Annyira elszigetelődött már Orbán Viktor, hogy az itthoni baloldali sajtó rendszeresen mondja, hogy hát nem csak hogy találkozott trump de az egész amerikai média is ezzel foglalkozik. Tehát ez újabb jele az elszigeteltségnek. Giffer Hofstadt, liberális Európa parlamenti képviselő pedig egyébként a tőle megszokott módot, ebben nagy újdonság nincsen, de örjöngött megint egy sort, hogy, ó, hogy Orbán és, és Trump, és egyáltalán is a, a, diktátorok, és a fasiszták, és Ukrajnát, szerencsétlen Ukrajnát magukra hagyják. Tehát az összes szlogent elpufogtatják, amit csak lehet, és az amerikai baloldali sajtó is gyakorlatilag ugyanezeket. Tehát, ugye Orbán Viktort démonizálja a magyar baloldal, meg az európai baloldal az európai mainstream Trumpot démonizálja szintén az amerikai baloldal, mert az amerikai mainstream a sajtó, és amikor van egy találkozó kettejük között, akkor ez egy óriási alkalom, hogy még jobban, tehát Trumpot démonizálják azzal, hogy ezzel a gonosz Orbánnal találkozott, ugye Orbánt lehet még jobban itthon démonizálni, hogy ezzel a hülye Trumpal találkozott, tehát mindenféle módon lehet a, a, a hergelni az embereket a, a, a ezzel, valójában azt történik, hogy emelik, mert hát ez is mutatja, hogy, 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 mennyire tényező. Orbán Viktor is nyilván a világban, tehát ezt most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy tényleg világpolitikai tényező lett, és, és hogy Trumptól is mennyire tartanak, hogy valóban meg fogja nyerni az elnök választást. Mindent megpróbálnak megtenni, hogy, hogy ez ne sikerüljön, és most már ne, és nem csak az, hogy a, ugye az egy tök Oké, okay, eszköz, hogy van az ellenfél, és akkor az ellenfél akar nyerni, és megpróbálják meggyőzni az embereket. De hát ugye a, megpróbálták lehozni a szavazólapról, pereket indítani ellen, a jogi eszközöket, tehát minden létező eszközt, és most már a, a demokrácia írott és íratlan szabályait is felrugó eszközöket próbálnak bevetni, hogy hogy megakadályozzák Trump elnökségét. Egyre jobban áll a. a közül, kutatásokban is. Majd erre is szeretnék kitérni, de akkor magyarul itt Trump összeorbánozódott, itt Magyarországon. Orbán meg kint, össze Összetrampozódott. Össze Viszont ugye érdekes, mert Donald Trumpnak az egykori tanácsadói szerint a volt elnök olyan zsarnokokat dicsőít, mint Orbán Viktor, Vladimir Putin, Xi Jinping és Kim Jong-un. Volt a tanácsadói, az Igen, a John az Bolton. Bolton. Az egykori volt tanácsadó, így van. Tehát a Bolton az egy háborús úszító. Tehát ő meg akarta támadni Iránt, konkrétan az amerikai hadsereggel. Tehát ilyen emberek azok, akik Trumpot és Orbánt bármilyen módon is minősítik. Tehát olyan emberek, akiken ha volna, akkor nem ebben a proxy háborúban lennénk, amiben vagyunk, hanem Frankon. Katonákkal, repülőgépekkel, tankokkal, ki tudja, nukleáris töltetekkel lennénk benne a harmadik világháborúban, hogyha a John Boltonok, Victoria Nyulendek mindenben szabadkezelő, vagy minden úgy lenne, ahogy szerintük helyes. Ugye Bolton a Trumpnak a volt Nemzetbiztonsági Tanács? Nem véletlenül rúgta ki. És például most ugye azzal keltette fel a figyelmet, hogy arról beszélt, hogy szeret Trump olyan, olyan vezetőkkel üzletelni, mint Erdogan, ugye ő a másik, ilyen patás ördög, ha te már Igen. Ő, fogalmaztál az elején, illetve, hogy Hitlert is dicsérte, és azt mondta, hogy Hitler újjáépítette a gazdaságot. Na hát ez nyilván rögtön kiveri a biztosítékot, hogy lehet az, hogy egy ilyen, most itt most magyar szemszögből mondom, hogy lehet, hogy ilyen sorban Hitler, Erdogan, Xi Jinping, stb. stb. Ott Orbán Viktor is. Hát ez egy kiváló alkalom ismét a HVG-nek, hogy kicsit hergelje az Orbán ellenes, Orbán ellenes hangulatot, nem biztos, hogy ez sikeres egyébként. Ugye ez az a helyzet, hogy, hogy ezek ezek tényszerű dolgok, tehát Hitler újjáépítette a német gazdaságot. Az más kérdés, hogy utána tönkre is tette, tehát ez, de attól még, és, és az, hogy azt mondja Trump, hogy Hitler újjáépítette a német gazdaságot, az nem azt jelenti, hogy ő csodálná Hitlert, vagy hogy ő hitlerista, vagy például, hogy bármilyen szinten, megjegyzem, Hitler az évembere volt a Time magazinban valamikor, még a 30-as években. Erről nem illik, be. Erről nem illik beszélni, de, de ez megtörtént. Tehát attól még neki volt egy, egy, valami fajta politikai, gazdasági teljesítmény, amit mondom, aztán morálisan végképp, de gyakorlatban is lerombolt, mert nem tett jót Németországnak a háború, de attól még a háború előtt volt egy, volt egy felfutása Németországnak, amiben Hitlernek jelentős szerepe volt. De egyébként ez is állandó, ez az, az erdogánozás is. Nem, nem, gondolom azt, hogy, hogy Erdogán elnök egy, egy, hogy mondjam, a barátunk lenne, vagy a, a mi ö, kulturális, morális értékeinket képviselni. Azt sem gondolom, hogy a patás, egy patás ördög lenne. Ő, ő ugye egy, egy iszlamista párt élén került kormányra, de egy meglehetősen pragmatikus, ö, majdnem világi politikát folytat. Törökországban ez amúgy is mindig egy ilyen Atatürk óta sőt már előtte is ugye óriási dilemma volt, hogy Törökország a szekuláris, vagy a klerikális úton jár, ugye Atatürk nagyon szekuláris utat jelölt ki, megtiltotta például a férfiak számára a, klasszikus muszlim fejviseletek, turbán viselését és előírta a kalapot, ami hát ha onnan nézzük, akkor egy diktatórikus abszolút autokrata megnyilvánás. Ha innen nézzük, akkor azt mondjuk, hogy jaj, ne jó, hát micsoda európai zállást hajtott végre Törökország. Most szóval a világ egy bonyolult hely, és Törökország pedig egy végképp bonyolult hely Ázsia és Európa határán, és szerintem a török, hogy mondjam, van, van ilyen, hogy néplélek, biztos, hogy ott is van, ott, ott is ez egy állandó dilemma, hogy most, akkor ők, ők Európához tartoznak, Ázsiához, muszlimok, de azért világi muszlimok, mert a muszlim világ sem egységes. Tehát mondjuk a világ legnagyobb népességű muszlim országa, Indonézia, az egy, az egy, világi állam. Ugye az általában az iszlám vallási többségű országok nagy része úgy, úgynevezett iszlám tör, sária törvények alapján működik, tehát egy erősen vallási irányultságú klerikális állam, Indonézia nem. Törökország sem egyébként. De Törökországban van azért egy erős, egy, egy meglehetősen erős iszlám tudat, és ezt az iszlám tudatot mondjuk Németországban is próbálják érvényesíteni az ottani törökök ö, ö, körében, aminek szintén azt mondom, hogy hogy, hogy komoly következményei lehetnek Európára nézve, de mert a világ egy bonyolult hely. De ettől függetlenül Törökország ráadásul katonailag meghatározó hatalom, a NATO, az Egyesült Államok után messze legerősebb ö, ö, katonai hatalma, legnagyobb hadsereggel rendelkező hatalma, gazdaságilag is egy, egy nagyon fontos tényező, Egyre fontosabb, nagyon komoly regionális törekvései vannak a, a térségben, hát nem megkerülhető. Tehát az, hogy mi Törökországgal egy olyan viszonyt próbálunk ápolni vagy felépíteni, amiben amiben mi Törökország számára fontos partnerek vagyunk, az nem azért van, mert mi Erdogán iránt rajonganánk, vagy, vagy, az, vagy az ő, ő nem tudom, mentalitását követnénk, hanem ez a geopolitikai valóság, ez a, ez, a, ez a, pragmatizmus. Tehát a megfelelő perspektívából érdemes mindig nézni a, az eseményeket, vagy, vagy akár alakítani is őket, nem csak az alapja, hogy mit gondolunk mi az adott illető. És ezzel egyébként a baloldal ezzel hergeli az embereket. Mindenben, nem csak ilyen nagy geopolitikai kérdésekben, mindenben, hogy hogy, hogy érzelmekre hat, tehát hogy utálni kell a, az Erdogánt, Orbánt, Putyint, Trumpot, mindenkit, mert, és akkor megmondják, hogy ugye mik azok a kötelező gondolatok, amit egy egy felvilágosult, toleráns, mai, modern, megfelelő európai, amerikainak gondolni kell, és akik ugye nem ezt gondolják, vagy máshogy más, máshogy képzelnek el, azokat folyamatosan demonizálni, és hergelni az embereket az, a, úgy, hogy ezek gonosz emberek, és hogyha bármit egyáltalán szóba állsz velük, legyen szó Trumpról vagy Orbánról, ha szóba állsz velük, akkor már te is gonosz vagy. Ez egy borzasztó primitív leegyszerűsítése a világnak, és sehova nem vezet, tehát csak a megosztottságot növeli. Ugye, ha már a közel-kelet szóba jött, hát ott Törökországban is, amikor a szekuláris ére volt, úgymond hatalmon, illetve Iránban is, amikor volt egy ilyen világi hatalom, ugye ott is azért évtizedekig az volt a jellemző, akkor pedig azt a nyomást érzékelték az ottani társadalmak, hogy itt Amerika szabja az irányt, ő mondja, hogy mit kell csinálni, főleg ugye Iránban ez, ez nagyon jellemző volt, és ez ellen is lázadtak föl, és az, ami most van Iránban, az lényegében ennek is köszönhető egyébként többnyire. Most ezek a vezetők, akiket itt felsoroltunk közösen, ezek egyébként pont attól váltak ilyen vállalhatatlanná, vagy szalonképtelenné, mert hogy szembe mennek valamilyen szinten, más-más területeken, de szembe mennek azzal a nyugati, mainstream, elfogadható idézőjelben ideológiával ezt mivel? Amit a nyugat képvisel? Mindenképpen, és azért ezt, ez is fontos, tehát, hogy azért a nyugat, sem egységes ezekben a kérdésekben. Például Amerikának sokkal kevesebb konfliktusa van Törökországgal, mint Nyugat-Európának, leginkább a NATO miatt egyébként, mert, mert mondom, a, 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 a NATO hadsereg, vagy egyetlen a NATO, mint katonai szervezet, európai erejének a, a gerincét az Törökország adja emberben, katonában egyértelműen, technikában meg az USA de ők valami ezért aztán egymásra vannak utalva, tehát a, a, a közelkeleti, az Egyesült Államok közelkeleti pozíciói egy Törökországgal felmerülő esetlegesen esetleges konfliktus, és nem feltétlenül katonai, de egyáltalán, hogyha Törökország pusztán csak beint az uszának, az már a közelkeleten teljesen felborítaná az erőviszonyokat, és az Amerikának nagyon hátrányos lenne. Tehát ebben, ebben azért sokkal visszafogottabbak. Európában sokkal inkább szeretik Erdogánt demonizálni, de Magyarországon különösen, tehát ha megnézzük, akkor azért a németek is mivel nem tudom 7 millió vagy mennyi török él Németországban, tehát azért tisztában vannak vele, hogy hát azért ez már nem egy nem az a szám ami amit át, egyszer, át lehet lépni, úgyhogy ők is ők is keresik a, a tudom a kompromisszumot. És ez nem biztos, hogy tehát nagyon nehéz, mert, mert és biztos, hogy mi nem akar. Tehát, Európa iszlamizációja az az egyik legnagyobb félelmünk. És sajnos ez egy reális félelem, hogyha mondjuk egy 20-30 éves időtávot nézünk. Tehát mindannyiunknak érdeke, hogy Törökország inkább, inkább ezt a szekuláris európai utat járja, de azt olyan illúzióink nem lehetnek, hogy mondjuk Törökország keresztényé váljon. Tehát mégiscsak ez egy messzebbre mutató beszélgetés lenne, hogy az iszlám és a kereszténység között lehet-e valami fajta hmm. békés egymás mellett élést létrehozni. Én nekem meggyőződésem, hogy igen, mert ezek az ábrahámi vallások azért egy töről fakadnak, és az élet bizonyos alapkérdéseiben nagyon határozottan ugyanazt, ugyanazt képviselik, tehát azt, hogy van egy fölöttünk álló és megszemélyesíthető személy, ö, szellemi hatalom, amelynek mi alázattal alá kell, hogy rendeljük magunkat, mert kevesek vagyunk. Tehát, a, ez a, a, tehát a, az európai ö, úgymond felvilágosodás, humanizmus eszméje, amiben nagyon sok szép dolog van, de ugye az erősen túl lett tolva, és az ember ma már Istennek képzeli magát, és azt gondolja, hogy felül tudjuk írni a, a teremtés és a tudomány axiómáit is, és azért az ábrahámi vallások azok, a keresztény, a zsidó és az is amelyek ezt nagyon határozottan ezzel szembe mennek, és azt mondják, hogy igenis, van egy, van egy isteni teremtés. És azt mondom, ezek a vallások azért nem feltétlenül kellene, hogy egy. Az iszlám egy hódító, terjeszkedő vallás, tehát ha szüksége lenne valami fajta modernizációra, nekünk kellene vagy mondjam, ezt kellene erősítenünk, hogy erre képes legyen. Isten van, az egy másik téma. De most ugye itt a trump találkozó miatt azért, és most azon túl, hogy itt ilyen emberek vannak felsorolva egy lapra, amin lehetne vitatkozni, hogy miért nem valók egy lapra, stb. stb. De Orbán és Trump között szerinted mi az a meghatározó világnézeti közös alap, vagy nem is biztos, hogy világnézeti, ez kérdés számomra is, hogy mi az a közös alap, ami miatt ők jól megértik egymást, és akár most egymásnak így módon a szövetségesei lehetnek, mert ez látszik, hogy egy olyan fajta közösség, ami egyébként mind a kettőknek a politikáját jellemzi, de én nem tudtam megfejteni, hogy pontosan mi ez. Szerinted mi ez? Hát a maga és a mega. Make America great again, és make Europe great again. És mind, mindketten azt gondolják, hogy az a, az a kontinens, ahol élnek, ami a Trump esetében nem csak kontinens, hanem, hanem maga egy ország, ugye Európában ez sok ország, de mégiscsak az a kulturális közeg, és, és nemzeti, vagy akár több nemzeti, de mindenképpen egy, egy, egy azért sok szempontból hasonló milyen mondom beállítottság, ami Európát jellemzi, és egyébként azért ez az, az Euró-Atlantik kultúrkör, ez ugyanaz, ez egy nagyon nagy érték, és ezt meg kell őrizni. És mind, mindketten ezt gondolják, és mindketten azt látják, hogy azok a, a globalista erők, amelyekkel szemben ők meghatározzák magukat, azok akarva vagy akaratlanul, ez már hogy mondjam, ezzel sokat lehetne lamentálni, hogy direkt akarják-e tönkre aláásni, tönkre tenni az, az európai és az amerikai társadalmi gazdasági stabilitást, vagy vagy csak a nagy jó emberkedésben, a vak el, elvakult hídben, hogy ők majd egy csodálatos utopisztikus világállamot hoznak létre, természetesen amerikai és európai vezetéssel, hogy nem veszik észre, hogy közben pusztítják. Ez egy jó kérdés, hogy mondom, hogy direkt vagy csinálják, vagy hülyességből, de hogy azok, a, azok a, a, fejlemények, amik, amik az elmúlt években, de már évtizedekben is egyre inkább jelentkeznek a nyugati világban, a, a nyilván a, az előben említett hogy a hittől való elfordulás, a hagyományos értékektől való elfordulás, a férfi és női szerepek teljes relativizálása, a család, mint fogalom elértéktelenítése, ezek mind-mind mind-mind szépen lassan, de most már egyre gyorsabban lugozzák, vagy mossák ki a talajt a, a stabilitás alól, és ezzel szemben Trump is és Orbán is nagyon határozottan, egyébként megjegyzem, és lehet őt sok mindenért bírálni, vagy, de, de Putyin is valahol ezt a vonalat képviseli. Azt nem gondolom, hogy Putyin lenne a kereszténység megmentője, aminek ők hiszik, vagy aminek egyesek hiszik, mert Putyin is egy, egy nagyon pragmatikus, nagyon világi, én nem gondolom, hogy ő egy igazán hívő ember lenne, de ezt nem vagyok hivatott megítélni, de hogy mégiscsak azt a fajta kultúrát, mert ami oroszországbannak is azért van egy sajátos kultúrája, és azért az sincs annyira nagyon messze Európától, nagyon közel sincsen, de ezeket meg akarják őrizni, ez, ez mindenképpen predestinálja, hogy valamiféle, legalább valamiféle viszonyt kialakítsanak egymásra. Orbán és Trump esetében ez sokkal szorosabb, mert nyilván az évek során kiderült, hogy, hogy egyre több mindenben értenek egyet. Szerintem Trump nagyon sok, Orbán Viktor is természetesen sokat változott mondjuk az alatta, most már 35 év alatt, amióta ő aktívan politizál, ő, azt gondolom, hogy az ő liberálisból konzervatívvá válása az nem egy, nem egy forgatás volt, hanem, hanem főleg, hogy ő belülről látta, hogy hogy működik. Tehát Soros ösztöndíjasként, amit a szemére hánynak, ő nagyon pontosan látta, hogy Soros György mit akar, és nagyon hamar meglátta Orbán Viktor, másoknál sokkal hamarabb. És ez, ez is benne volt abban, hogy ő szembefordult ezzel a sorosista, globalista világbirodalmi törekvéssel, de egyébként is azt gondolom, hogy egyfajta szellemi, politikai érés is volt az, amiben ő egyébként hívő, már megkeresztelt, de mondjuk passzív keresztényből sok esetben mondjuk az egyházal szembeni szkeptikusságból is egy, egy megélt hitű emberré vált. Ezek természetes folyamatok. Ez nem kell Orbán Viktornak vagy miniszterelnöknek, ez mindannyiunkkal szerencsés esetben megtörténik, hogy, hogy, mondjuk el tud mélyülni a hitünk, a világot. Más szemszögből tudjuk látni, és szerintem Trumpal is sok minden történt azóta, hogy ő a az Apprentice című sorozatban igazán hatalmasat alkotott, mert nagyot alkotott abban is, lássuk be, és először, amikor ugye elindult az elnökségért, azt mondják, hogy eleinte ő sem gondolta komolyan, lehet, de aztán nagyon komolyan, elkezdte komolyan gondolni, elkezdte komolyan venni saját magát is, és, és én azt látom rajta, és ez egy nagyon pozitív dolog, hogy szerintem most már nem annyira magát veszik komolyan, hanem elkezdte a feladatot is komolyan meg. Tehát ő elkezd, el, most már határozottan, és, és szerintem van is nagyon sok ember körülötte, akik jó irányba viszik őt is, hogy, hogy tényleg tisztában van vele, hogy neki van egy feladata, hogy Amerikát, tényleg hely. most újra nagyját tegye, lehet mindenféle módon fogalmazni, de hogy helyre tegye, a, egy, 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 helyre tegye egy csomó dolgot, ami Amerikában elromlott az elmúlt években, évtizedekben. Többen úgy gondolják egyébként, hogy az ő előző elnökségi ciklusában, de amikor elnök volt, akkor itt a mögötte lévő adminisztráció miatt nem igazán tudta megvalósítani azokat a dolgokat, amiket szeretett volna, vagy amiket meg lehetett volna valósítani. És abból is látszik, hogy egyébként nagyon sok ember ki is hátrált mögül el. Most ugye itt a John Boltonról beszéltünk, csak egy volt. Hát de neki De sorolhatnánk tovább, hogy kik azok a személyek, akik Meghatározó fontos pozíciókat töltöttek be, és már nem. Trump is Biztos, fel. hogy az ő személyisége nem teszi könnyűvé, hogy együtt dolgozzanak vele, mert ő is egy nagyon öntörvényű, excentrikus, de szerintem profisodott egy csomó mindentől a politizálásban, ez így, ez így látszik rajta. De ez nagyon igaz, amit mondasz, és van egy, erre egy nagyon-nagyon jó párhuzam, és ez is benne lehet abban, hogy ilyen jól megtalálták egymással a hangot. Mert tegyük hozzá, hogy nem csak Orbán Viktor és Donald Trump találták, vagy találtak ilyen, jó korábban is már, ugye, amikor eldök volt Trump, ugye volt nála Orbán Viktor Washingtonban, tehát látszott, hogy ők azért szövetségesek, vagy, vagy értik a világot, és ugyanazt akarják. De ez csak fejlődött, és szerintem a, a, széles értelemben vett stáb, és nem csak az elnöki vagy a miniszterelnöki kabinet iroda, hanem, hanem az a az szellemi értelmiségi holdudvar, azok a kampány stratégák is, akik dolgoznak a Fidesznél, illetve az amerikai republikánusoknál, közöttük is van már egy nagyon, nagyon erős kapcsolat, és oda-vissza oda, oda, oda vissza működő, nagyon jó tanácsokkal tudják ellátni, egymást nagyon jól tudnak segíteni, és ez a párhuzam, amire gondolok, az az, hogy Ugye mi történt 98-ban, amikor ö, négy év ö, szocialista, szabaddemokrata kormányzás után a, a Fidesz Orbán Viktor vezetésével, de a Kisgazda párttal egy ilyen? Hát egy, mondjuk az, hogy kényszerkoalícióban, mert azért ott voltak Tordyán József személyén kívül is más problémák, amikor a Kisgazda pártot, hogy nehéz partneré tették, de mégiscsak ö, megszerezték a. A győzelmet kormányt alakítottak, és, és ahhoz képest, hogy, hogy hogy micsoda ellenszélben dolgoztak. Tehát azért ne fejtsük, hogy mondjuk a média, ha nem, ha nem is 95%-ban, mint az Antal kormány alatt, de mondjuk 80%-ban a baloldal kezében volt, és szerintem ez a ciklus végére volt igaz. Az elején, ugyanúgy, 95% volt csak Orbán Viktorék, felépítettek, vagy, vagy, vagy elkezdtek felépíteni jobboldali médiát, elkezdtek, ahogy a, mondjam, a a nemzeti tőkés osztályt, csiráit megteremteni, és megpróbálták a kultúra területén is azokat a pozíciók vagy egy részüket megszerezni, amik vastagon a baloldalé voltak. Tehát már egy sokkal jobb helyzetben voltak a az Antal kormányhoz képest, tehát már nem pusztán csak a de jure végrehajtó és törvényhozó hatalom, tehát nem csak a kormányt és a parlamenti többséget alk alk alkotta a jobb oldal, és egyébként minden más a bal oldal kezében volt, mert 90 94-ig így volt, tehát a média, az erőszakszervezetek, katonaság, a rendőrség, a kultúra, az oktatás, a bírói hatalom, minden a bal oldalé volt. 98 és, 92, és 2002 között már egy jobb helyzetben, de még mindig hatalmas ellenszélben, hát el is vesztette a Fidesz 2002-ben a választást, és viszont 2010-re ez nagyon sokat tett maga a baloldal, és Gyurcsány Ferenc személyesen is azért, hogy, hogy lejárassák magukat, tehát egy, egy jó pozícióból, de de egy sokkal erősebb helyzetben, sokkal több lehetőséggel, és nem véletlen, hogy azóta, ugye most már 14. éve lassan, egy, egy nagyon erős jobboldali, vagy nemzeti, inkább azt mondom, hogy nemzeti, szuverenista politikát folytató kormányzást látunk, és, és trump ugyanez a helyzet. Tehát iszonyatosan nagy volt még az ellenszél az előző ciklusban, az apparátuson belül is, tehát szabotálták őt, ahol tudták. Konkrétan a külügyminisztérium az egy, az egy deep state keltető igazából. Ez most sincs nagyon másként, de olyan, olyan megint ott is annyira más a helyzet, mert ott is a, a, demokraták Bidennel az élen rengeteget tettek most azért, hogy lejárassák magukat, és, és olyan embereket fordítsanak a republikánusok felé, akik soha korábban nem gondolták volna, hogy a republikánusokra fognak szavazni, mert egyszerűen látják a valóságot. Tehát akkor arra gondolsz, most arról, arról, arra céloztál, mert egyébként én is akartam célozni, hogy hogy ez minta lehet, azt Abszolv. hogy Orbán Viktor hogyan oldotta meg 2010 után azt, hogy legyen itt egy jobboldali ö, fordulat fordulat is, így van, hogy ez ö, hogy Trump számára lehet, Egészen minta, biztos, hogy hogyan hogy ez lehet ezt dönt. Amerikában is Igen. megcsinálni. Igen. És szerinted meg lehet, mert én nem nagyon látom, tehát lehet, hogy jobban bele látsz ebbe, most csak Trumpot látjuk, de hogy van mögött egy ilyen erős csapat, mint ami Orbán Viktor mögött volt végül 2010-ben, hogy ő fel tudott egy olyan kormány tudott állítani, ahol azért fegyelmezetten az ő utasításait mégiscsak követik, mert ez egy párt számára fontos. Nyilván, most, nyilván annyira nem, mert az amerikai politikai rendszer azért az nagyon más mint a magyar. Nem mondom, hogy jobb vagy rosszabb, de de, de, de más. Magyarországon, egyáltalán még Európában is a, a, a személyes vezetőnek azért sokkal na nagyobb szerepe van, nem feltétlenül a gyakorlatban, de így az emberek gondolkodásában, mint mondjuk Amerikában. Hát Európában ugye évszázadokon keresztül voltak királyok, tehát mégiscsak valahol benne van a, a nem tudom, a génjeinkben, vagy a mentalitásunkban, hogy azért tudunk mit kezdeni a tekintér. Ez nem azt jelenti, hogy mi, mi szolgalelkűek lennénk, a legkevésbé sem. Tehát ha, meg, ha megnézzük, a királyok ellen állandóan lázadtak is az emberek, de hogyha volt egy jó király, és Mátyás legendája ilyen szempontból nem véletlen, aminek nyilván a fele, az, a, fele a 90 százalékok a nyilván nem aludt áruhában, a, meg nem ült a lócán a szegény embereknél, de mégiscsak egy olyan király, amelyik, amelyik, mellett úgy érezték az emberek, hogy, hogy az életük valamilyen szinten rendben van, és, és nem, nem kell állandóan a földes különböző szeszélyeitől, haragjaitól és kizsákmányolásaitól tartaniuk, hanem oké, okay, van, amit meg kell fizetnünk a, az ilyen adót, tizedet, kilencedet, minden, de hogyha ezt megcsináljuk, akkor egyébként tudunk élni, és ez a király amúgy gyarapítja az országot, akkor képesek vagyunk egy ilyen tekintét elfogadni. Ez nem csak Magyarország, a magyarokra igaz. Amerikának sosem volt ilyen típusú, hogy mondjam, kicsit spirituálisabb, vagy, vagy ö, ö, felkent, mert a királyokat ugye felkentik, tehát ilyen felkent vezetője. Ez egy nagyon fiatal ország, alig most már 250 éves, és, ott, és, és nagyon vigyáztak is arra az alapító atyák, hogy egy ilyen nagyon. Ö, egyfelől szekuláris, de azért ők az alkotmányban nagyon sok helyen belerakták Isten. Tehát, hogy egy ilyen, és nagyon jól meg is írták, mert évszázadokra előre sok mindent láttak, de ott akkor sincs az ennyire a személyes, a vezetőnek a személyes tekintéje, karizmánya nem volt voltak nagyon fontos, és egyre inkább látszik, hogy milyen fontosak, tehát már Ronald Reagan is egy nagyon karizmatikus, nagyon jó vezető volt. Bill Clinton is, megjegyzem, egy nagyon karizmatikus figura volt, nem túl szimpatikus, meg nem, nem erkölcsös, de mondjuk az előző, az ugye régen alelnökéhez George Bushhoz képest, tehát Clinton egy egy óriási karakter volt, Bush egy szürke, ilyen igazi technokrata, karrierpolitikus volt, és egyre inkább azt lát, hogy Obama is egy karizmatikus személyiség volt, és, és Trump, Biden nem. Tehát azt látjuk, hogy egyre inkább a világ az arra megy, hogy az ilyen meghatározó, erős személyiségű politikusokat kedveli, de ez még nem azt jelenti, hogy valaki ettől autókrata lesz, bár imádja a deep state, tehát ez a, a főz mély állam, vagy az elit, az össze, a média és politikai elit imádja az ilyen karakteres politikusokra rányomni azt a bélyeget, hogy autókra, azért, mert tekintélye van. És Trumpnak is van egy, egy nagyon erős tekintélye, és látszik, hogy a republikánusok egyre inkább azok is, akik ugye nem szerették őt, vagy az úgynevezett rájnók, in name only, csak nevükben republikánusok, meg anti-Trumpos pisták, sokan beállnak mögé, és de van egy nagyon fontos, amit szerintem érdemes megnéznünk, ugye egy gyakorlati megnyilvánulása is ennek, hogy a republikánus nemzeti kongresszus ugye a pártnak a legfőbb döntéshozó terve, aminek a vezetője ez idáig Rana McDaniel volt, aki egyébként Rana McDaniel Romney, azaz Mitt Romney-nak a legnagyobb, egyik legfőbb Trump ellenes szenátornak, ugye korábban elnökjelölt is volt obama szemben, elég alul is maradt, ő, ő volt az egyik legnagyobb Trump ellenes, és az ő felesége vezette a republikánus pártnak a, a szervezetét, és ő lemondott. És ugye a, a helyére került két vezetőből, az egyik Trump lánya, a másik pedig ö, egy szintén nagyon, ö, nagyon fontos Trump szövetséges. Úgyhogy látszik, hogy a pártszervezet is egyre inkább át arra, hogy hogy, hogy, a, hogy a Trump vonal határozza meg a republikánus pártot. Ugye most azt mondják, hogy egyre inkább körvonalazódik, hogy egy Trump-Biden összecsapásra lehet itt készülni majd az amerikai elnök választásnál, viszont Trump ellen még a büntető eljárások zajlanak, Biden pedig olyan állapotban van, hogy igazából hogy laikus emberként nézi az emberrel, bármelyik nap Találkozhatunk azzal a hírrel, hogy vagy visszalépett, vagy az egészségi állapot miatt kénytelen abba hagyni ezt a versengést. Te hogyan látod, mit látsz, hogy Trumpnak most itt egyenes útja van az elnökválasztásig, vagy azért még a trumpistáknak van miért izgulniuk, hogy egyáltalán jöhet-e még közbe olyan dolog, ami ezt meghiúsítja? A, a, a demokratákat, a, a globalista elitet nézve bármire képesek. Tehát már olyan, olyan, olyan sokszor, olyan mértékben rúgták fel, a demokratikus szabályokat, hogy már a 20-as választáson is azért. Tehát most azon lehet sokat vitatkozni, és én hajlok a felé, a vélemény felé, amit egy nálamnál a dolgot jobban rálátó ismerősön mondta, hogy, hogy jó, jól hangzik ez, hogy Trump elvesztette, de hogy ez nem igaz, hogy tényleg több szavazatot kapott a Biden, tehát hogy nem voltak olyan, vagy nem voltak olyan mértékű csalások, hogy ez megváltoztatta volna az eredményt, hanem egyszerűen a levélszavazatok miatt, és nem tudom, hogy mennyi időnk van, hogy ebből most részletesen belemenjek-e, hogy a, a van. Még van egy jó 25 Ja, Jaj, de jó. Szóval, hogy de nem lesz hosszú ettől még, csak hogy ugye a levélszavazatokat a, a Covid miatt hát hogy aztán most, hogy a covid az, az már hossz, még hosszabb téma lenne, hogy hogy jött ez a Covid, és hogy vajon mennyire volt ez ebben ne is menjünk bele, de mindegy, ott volt, és a demokratáknak kapóra jött, mert bevezették a nevélszavazást, ami addig is létezett, de egy marginális dolog volt. Tehát olyanok kérték, akik mozgásképtelenek voltak, ilyesmi. De hirtelen, hát, hogy akkor itt lezárások, minden, legyen levélszavazás. A republikánusok nagyon nem akarták, mert hogy ez mindenféle visszaélésekre ad A demokraták tolt, nagyon tolták, és több millióan leszavaztak levélben a, de, a demokrata jelöltre Joe Bidenben, még az elnökválasztást megelőző időszakban, amikor ez lehetett. És azok tényleg igaztolik, hogy olyanok, akik az elmúlt, mit tudom én, azt az megelőző két évben ötször költöztek, mind az öt helyre kaptak értesítést, vagy levelet, szavazólapot. Aki becsületes volt, az csak egyszer küldte aki nem az elküldte többször. Ugye volt az úgynevezett ballot harvesting, hogy ott belehetett, hogy az aktivisták begyűjthették a, 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 a kiültöltött szavazólapokat. Hát nyilván be tudtak gyűjteni üreseket, és aztán ők kiállították Bidenre. Ezt mind-mind meg lehetett csinálni. És ezt, és, és ezt a demokraták előszeretettel alkalmazták, és a republikánusok azt mondták, hogy nem, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy a választásnak a választás napján kell eldőlnie, és mindenki menjen el, és akkor szavazzon. El is mentek, és aztán nem tudom hány millióval több szavazat érkezett Trumpra a választás napján. Csak hogy a demokraták már előtte leszavaztak levélben. Rengeteg, több, még több millióan Bidenre. Tehát, hogy, hogy, hogy nem volt igazi csalás, ez ezt erre akartam kiukadni, de, már, de hogyha nem is volt, akkor is azért ez már nem egy, nem egy egészen tisztességes játszma volt. Azóta, ahogy Trumpot különböző jogi eszközökkel próbálják, ugye megpróbáltak először Kolorádóban a, 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 még, a, még az előválasztási szavazólapról lehúzni a nevét, arra hivatkozva, hogy a január 6-ai kapitólium elleni 2021-es tüntetésnek ő volt a, a szervezője, és hogy ez, ez államellenes lázadásnak minősül, és az amerikai alkotmányban van egy módosítás, hogy aki államellenes lázadást és van részt vesz, az nem indulhat az elnökségért. Ezt valamikor az 1860-as évek vége felé rakták bele, azért, mert a nemrég véget ért polgárháború miatt ezzel akarták megakadályozni, hogy a, hogy a déli vezetők közül esetleg valaki elindulhasson az elnökségét, mert hogy az ugye lázadásnak minősült. De az ugye kiderült már különböző felvételekből, ugye, hogy Trump a béké, békére, arra szóltotta fel az embereket, hogy békésen demonstráljanak, hogy menjenek haza, tehát hogy ő abszolút nem szervezett semmifajta államellenes lázadás, ugye insurrection ez, a, ez az angol kifejezés rá, de látszik, hogy a demokraták meg vannak ijedve, rémülve attól, hogy ő lesz az elnök, és mindent megpróbálnak elkövetni. Tehát ilyen szempontból, hogy válaszoljak a kérdésre, ilyen szempontból bármire számíthatunk. Amúgy az, hogy a republikánusoknál ő lesz a jelölt, az ugye most pár gyakorlatilag hivatalossá is, és, hát vagy még csak formális, de még nem hivatalos, mert az a kongresszus után lesz, de ugye megszerezte a szükséges számú delegáltot már az az állami Na, előválasztások során, többiek vissza, tehát Meg van 1200, nem tudom mennyi, tehát kész, ő, ő, ő lesz a jelölt. Bidennél már más a helyzet, neki is megvan a szükséges ott nem is volt érdemi ellenfél. De valóban, ahogy mondtad, bármelyik nap azt gondoljuk, hogy előfordulhat, hogy hogy leesik egy bicikliről, Vagy leejtettik egy bicikliről, vagy hogy mondjam, vagy megállapítják az orvosok, hogy eddig aztán a száz százalékig teljes melbedobásra kardoskodtak, hogy az egészségi állapot a remek. Holnap megállapíthatják, hogy ja nem remek az egészségi állapot, a sőt alkalmazva az elnökségre, hogyha a párt, nem tudom, háttéremberei vagy meghatározó politikusai úgy döntenek, hogy hát nem mernek Biden-nel az elnök tehát ott, ott még várható külön bármilyen sumákság. Az a helyzet csak, hogy Hogyha nem ő, akkor kicsoda. És erre nyilván van egy, egy, kész válasz, és aki mondjuk más csatornákon, akár a saját műsoromban, de ezt máshogy is sokszor mondta, már egy követi, az már biztos hallotta. Big Mike, az az nagy, a, a, nagy Michael, de ez Michelle obama beszélünk, hogy ő a, ő a demokraták titkos B-terve, aki aki ugye Obama elnök feleségeként egy nagyon jó brand, mert az Obama brand az még mindig jól hangzik Amerikában, mindenki ismeri. Népszerű is volt, nagyon népszerű. First, lady. first lady nagyon népszerű is volt. Tehát, hogyha ha, ha az utolsó pillanatban is dobják be Biden helyett, nem kell nulláról, mert nyilván, hogyha valakit bedobnának, akit nem kellően ismert, annak esélye nem lenne. Michelle Obama-nak ilyen szempontból a neve az, az, az mindenki számára ismert, Magyarics Tamástól hallottam, hogy ennek ellenére nem lehet felépíteni, hiába ismert a neve, nem lehet felépíteni néhány hónap alatt. Én megkockáztatom, hogy még akár fel is lehet az elnökségig. Kétségtelen, hogy nem elnökként gondolnak rá, hanem főszlédiként, meg olyan aranyos cuki figuraként. Meg, azt úgy hallottam, de ezt nyilván ezek nem megerősített információk, hogy ő nem nagyon rajong azért, hogy ő legyen az elnök, tehát ő nem, ő nem igazán szeretné ezt. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy a demokraták elengedték ezt a, a választást, és azt mondják, hogy hát hogy majd a négy év múlva akkor a lobamával, vagy esetleg addigra felépítenek valakit, aki, aki majd. De majdnem nem most kezdődtek, tehát ezért a, a, már akkor sem volt fiatal, amikor megválasztották elnöknek, és már az első időszakban is voltak furcsa mondatok, furcsa dolgok. Hát végig, végig. Egy, vé, egy most idő a... alatt már azért rá lehetett volna arra készülni, hogy itt újra lesznek választások, hanem a világ végét várták esetleg. És megpróbálni valakit. Szerintem próbálkoztak is, hát Gavin Newsom kal kaliforniai kormányzó volt az egyik ilyen potenciális jelölt, csak őt annyira utálják még a demokrata szavazók is Kalifornián, vagy az eliten kívül, a hollywoodi elit, az rajongért. Tehát mondjuk egy Michelle Obama, Gavin Newsom, mint alelnök jelölt, mert ez szerintem ez a, ez a titkos terv, az ugye a, a rögtön mögé állna a média, Hollywood a gazdasági elit, tehát azért hogy lenne, lenne ennek esélye, de, de Gavin Newsom lett volna az egyik ilyen potenciális, tényleg elnök jelölt is, de egyrészt a Covid alatt ugye voltak neki ezek az ügyei, amikor minden le volt zárva, és akkor rajta kapták, hogy egy San francisco étteremben csinált egy partit a haverjaival, rá nem vonatkoztak a Covid szabályok, úgyhogy ő, meg hát Kalifornia, ahogy kinéz, a Kalifornia elit rajong érte, de aki Kaliforniában sátrakban lakik az autópályák mellett, meg aki ezt látja, az nem rajong Gavin Newsomért, tehát ő, ő, ő az, egy, az egy bukó, szerintem nem nagyon találták meg azt az embert, aki aki, 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 lehetne a jelölt, és Biden mégiscsak azért egy szintén egy ilyen bejáratott név, bármennyit is csetlik, botlik, meg fog a halottakkal, a média mindig ki tudta mosni, leginkább egy dologgal, hogy nem Trump. Tehát az, az, a demokrata szavazók számára az egyetlen érdemi hívó szó, hogy úristen, ne, hogy Trump győzzön, és akkor ezért szavaz bárkire. És, és akkor már még kézenfekvő, hogy még akár a Biden is maradhat nekik. Nagyon érdekes kérdés egyébként, miért félnek ennyire Trumptól. De muszáj váltanunk témát, mert szerettem volna egy két be a politikai hírt is hozni. Méghozzá most március 14-én beszélgetünk, holnap lesz a Nemzeti Ünnep, március 15-e, és holnap lesz egy zászlóbontás. Méghozzá Magyar Péter jelentette be, hogy zászlót bontanak, és egy tüntetésre hívta azokat az embereket, akik elégedetlenek a Igen, még, 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 László, az is előkerült a Lukasz László, szóval kicsit itt ilyen képzavar, hogy most akkor március 15-re ráhúzzuk 56-ot, szerintem ez, ez nem, nem biztos, hogy, hogy jó találat. Na de ugye itt beszéltünk az előbb a jobboldali fordulatról, a konzervatív fordulatról, amit Orbán Viktor végrehajtott végül is itt 2010 után. Békés Mártonnal is beszélgettem erről a témáról egyébként egy pár héttel ezelőtt. És de hát például Magyar Péter pont az, ami én úgy éreztem, hogy ez az, amit éppen kritizál, hogy ez túl van tolva, hogy itt a média le van nyelve, a jobb oldal által, hogy itt minden meg van konstruálva, hogy ez egy nagy színház, itt igazából mind a két oldala ugyanannak a cirkusznak a részese, stb. stb. És most egy ilyen bontásra kerül sor. Nagyon érdekel a véleményen magáról az egész magyar Péter jelenségről. Most én, ahogy itt mozgok közben, az ember a privát életében, sokan kérdezik, hogy na, na mit szólunk ehhez, vagy mi a vélemény, mert sokak nem nagyon tudják hova tenni, hogy ez most mi, és, és egy ilyen érdekes jelenség. Te mit gondolsz róla? Hát szerintem érdemes ketté választani, hogy, hogy vajon mi lehet Magyar Péter fejében, és és az ő megjelenésére hogyan reagált a, a politikai élet. Beleértve a, a politikai vezetők, és a maguk, maguk a szavazók is. Az, hogy mi van Magyar Péter fejében, azt nyilván nem tudhatjuk, mert egy, egy ilyen Magyar Péter menetet, mint a John Malkovich menetet, még senkinek nem sikerült Magyar Péter fejében végrehajtania, de azért így némi benyomásaink talán lehetnek. Hát ő ugye azért egy nagyon, nagyon erős haszonélvezője volt annak a, a, a kormányzati rendszernek, amelyben élünk, nem csak azért, mert a felesége miniszter volt, de őnek is különböző meghatározó, vagy legalábbis fontos pozíciói voltak szervezetek, diákítelközpont élén, de, de különböző, igazgató talács csokban is volt neki funkciója bankoknál, vállalatoknál. Ehhez képest ugye most hirtelen megvilágosodott, ez már önmagában is egy ilyen fura dolog, amikor az emberek így hirtelen megvilágosodnak, és, és láttunk már, már hasonló példákat, egyik, egyik sem volt nagyon hosszú életű. Több sem, egyrészt a minden úgy, hogy az árulást szeretik, az árulókat nem, tehát tudják, hogyha valaki egyszer borított asztalt valahol, akár, akár, igaza volt, akár nem, az máskor is képes ezt megtenni. Tehát a politikával is azért fontos valami fajta mm. ö, nem csak elfűség, de gyakorlati hűség is. Tehát, hogyha az ember egy politikai családhoz, egy politikai közösséghez, politikai erőhöz tartozik, és annak ö, pláne ha haszonélvezője, de legalábbis résztvevője, akkor azért valami nagyon valami nagyon erőset kell neki személyesen felmutatni ahhoz, hogy elfogadják tőle azt, hogy, hogy ő mérál át. Hát ugye azt mondja, hogy ő régóta kritizált bizonyos dolgokat, egyszerűen annak nem volt foganatja, hogy ő azt tud belső körökben próbálta ezeket a kritikákat elmondani. Ráadásul ugye a felesége miatt nem is nagyon tehette, most már teheti, és hát ez itt az indok. Tehát nem egyik napról a másikra világosodott meg. Oké, okay, ez világos, és azt sem mondom, hogy Magyar Péter kritikái minden esetben biztos, hogy alaptalanok voltak, és az is lehet, hogy ő tényleg fogalmazott meg kritikákat. De nem tudom, hogy ő a leghitelesebb személy arra, hogy, hogy kritikákat fogalmazzon meg, Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő, ő neki ez nem, nem pálya, ő ezt nem, morálisan ő ezt nem tudja elfogadni, akkor is ilyen példát tudunk, akkor fogja magát és lemond és csöndben marad. És ez egy borzasztó elegáns, ugyanakkor nagyon beszédes gesztus, amikor valaki erre képes. Ha viszont körbehaknézza a médiát az ő nagy megvilágosodásával, az már nagyon gyanús. És ő nagyon körbehaknézte a médiát, és nagyon nagy színpadot ácsoltak neki a, a különböző médiumok, Partizán, Telex, stb. Mondjuk mindig megfeleződött a nézettség egy videónak, ahogy az újabb és újabb kijött, mert hogy nagy valami atombombát vártak tőle is, most, ha Simicska Lajosnak nem sikerült atombombát dobni, én nem gondolom, hogy Magyar Péternek sikerülni fog, és látszik is a, a Látszanak a kimerültség jelei a, 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 fogadó közegben. Tehát már unják, hogy na megint majd jön, és akkor most már mond valamit, és megint nem mondott semmit, csak igazából ugyanazokat a szlogeneket, hogy valahol valaki valamit mondott, hallott, rogán. Tehát vannak ezek a kult szavak. A sejtetések. A, sej, a sejtetések, igen. És ez egy idő után nem annyira működik. És érdekes azt is megfigyelni, hogy kik azok, akik, akik nagyon lelkesek Magyar Péterrel kapcsolatban. Nem a politika iránt nem különösebben érdeklődő, el nem kötelezett, vagy, vagy bizonytalan szavazók, lehet, hogy közülük van, aki mondjuk a Fideszre szavazott, és most itt a mostani turbulens időszakban esetleg a bizonytalanok táborát erősíti, számukban látszik is, hogy van ilyen, tehát lehet, nem biztos, hogy, hogy a gyengült mondjuk, a, a vagy, vagy, csökkent egy picit a Fidesz szavazó tábora, de egy ciklus közepe előtt ez amúgy nem lenne érdekes egyáltalán, kivéve, hogy mondjuk LP választások vannak, meg önkormányzat, tehát ilyen szempontból nem, nem irreleváns, de mégiscsak országgyűlési választás szempontjából a Fidesz a, ahhoz képest, hogy ciklus közepén vagyunk, nagyon-nagyon nem szoktak kormánypártok ilyen jól állni ciklus közepén, pusztán az országgyűlési választás tekintve. Tehát, hogy nem érdemben Magyar Péter nem viszel szavazókat a Fidesztől, viszont akik a leglelkesebben ö, ö, ott vannak az ő Facebook meg egyéb posztjai alatt, nem tudom száz, nem tudom, hány ezres követő azok a leg keményebb, legfröcsögőbb, legelvakultabb ilyen dékás kommentelők, meg egy-két mi hazánkos is van közte. Tehát, hogy, hogy nem a kormánypártól vissza érdemben szavazatokat, hanem tovább törede, tördeli, töredezi az amúgy is megosztott ellenzéket. Tehát ilyen szempontból az ő tevékenysége paradox módon inkább a Fidesznek talán még kedvezés, de semmiképpen sem árt számottevő mértékben. De azért érdekes kérdés az, hogy miért van az, hogy mostanában, ugye is akkor itt Markizai Péterre is visszagondolhatunk, hogy azt gondolják bizonyos körök, hogy itt jobboldali kiábrándult szavazókat kell, vagy lehet valahol lasszóval megfogni. Ezt Tehát... ezt és értem, van egy zseniális mém erről, hogy ül a szobában a, a pszichiáter meg a páciens, és kérdezi, és, és meg van csinálva úgy is, hogy Magyar Péter van odarakva az eredeti mém helyére, hogy te és ezek a, vagy nem mondja, mondja, kérdezi a pszichológus, hogy mondja is, ezek a kiábrándult Fidesz szavazók, ezek most is itt vannak velünk a szobában? Tehát, hogy én sem tudom, hogy hol, hol gondolják ezeket. Persze van, egy, lehet, hogy van egy-két százalék, de azok már régen, azok már, azok már elmentek, azok már ilyen mindenféle igazi konzervatívoknak magukat ennek annak vallók, és nem tudtak érdemben, nem tudott érdemben egy, egy ilyen fidesz szembeni konzervatív erő felépül, mert hogy nincsenek ezek a szavazók egész egyszerűen. És akkor mindig jön egy ilyen messiás, akiben hisznek, és fura módon mindig Péternek hívják, tehát Juhász, Jakab, Márki, Zaj, Magyar, jönnek a Péterek, és minden, mindenki azt mondja, hogy na, akkor most itt ő, ő, az, és akkor Jakab Péternek van, nem tudom, 400 ezer követője a Facebookon, Márki Zainak fogalmam, és gondolom, két 300 nem néztem, most Magyar Péternek 100 fölött, tehát ezek nagyon szép számok a Facebookon. És látszik, hogy ezek, ezek nem azt mondom, hogy Indonéziából vásárolt lájkok, biztos olyan is van közte, de húsvér emberek, akik egyébként egyetlen egy dolog érdekli őket, hogy fúj Orbán, és akkor hol a, hol a, hol a DK, hol a Márk, valakiben mindig hisznek, hogy na majd ő lesz akkor, aki vagy a Momentum is időnként bejelentkezett, mint megcsillanó lehetőség, és akkor hol ide, hol oda vándorolnak ezek, a, ezek, az orbanofób szavazók, de igazából a Fidesztől nem nagyon tudnak lecsippenteni. Miként ez is lehet, hogy a közösségi média algoritmusa az, ami folyamatosan becsapja az ellenzéki közösségeket, nem? Mert ezekből a számokból mindig arra következtetnek, hogy egy hatalmas tömeg áll mögöttük, és hát látni, hogy ezt politikai, valódi politikai szavazatokra vagy támogatásra váltani ezeket a számokat nem igazán lehet. Hát pontosan erről van szó. A, a, a baloldali politikusok és pártok, nagyon nem rezonálnak a választókkal. Van, van, egy olyan, nyilvánvalóan van egy kormányjal elégedetlen, ezt nem, nem lehet elbagatelizálni, hogy az nem pár százezer ember, ez egy milliós nagyságrendű tábor, ez hogy mondjam, természetes, mert, mert ez a politika természetéből fakad, hogy nagyjából egy kormányjal mindig a lakosság egyik fele megvan elégedett, a másik fele nem, tehát ez nyilván éppen az nyer, akivel éppen többen. Tehát ez ter természetes, de ezt a, ezt a tábort a baloldali politikusok nem tudják megszólítani. Ezért próbálnak ilyen messiásokat hozni kívülről. Tehát nem csak azért, mert azt gondolják, hogy vannak a kiábrándult Fidesz szavazók, ez, 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 ez egy illúzió, de hogy hát ha majd jön valaki, aki végre meg tudja szólítani azt a sok embert, aki egyébként nem akarja az Orbánt, de nem akarja nem csak a Gyurcsány, de a, a porondon lévő egyéb ellenzéki pártokat sem, és elkezdenek mindig hinni valami egy ilyen mesjár, na végre itt van. És akkor kiderül, hogy pesztelne a király. Tehát sem Márkizai, se Magyar Péter, és látszik, nem alkalmas. Tehát egy politik, az a politikai sikert elérni, ahhoz nagyon kevés, hogy valaki az is kevés, hogyha az van egy, egy személyes karizmája, de még az is kevés, hogyha rengeteg pénz áll mögötte, még az is kevés, hogyha az amerikai titkos szolgálat áll mögötte. Az, az, az sokat segíthet, de azért, hogyha valaki nem tesz bele politikai munkát, Rengeteg munkát, pártszervezést, politikai filozófiának a megfogalmazását, annak a, azt, azt gyakorlatba ültetni képes ö, stratégiákat. Nem szerez hozzá, nem, 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 nincs hozzá bázisa, nincs, nincs sem, sem ö, tömegbázisa, mint párt, tehát helyi szervezetek sem pedig intellektuális hátországa, az nem nagyon tud sikeres lenni a politikában. Ezt csinálja Gyurcsány Ferenc egyébként, az a, miután ugye le, 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 lenullázta maga alatt a baloldalt, most ő nulláról újraépíti, és építi a hátországát. Nem csinálja rosszul egyébként, fura, hogy -e, hogy, hogy képes erre újra, azután, hogy egyszerű már lenullázta, de mindenképpen látszik, hogy ő ezért ezen az úton halad. Ezt csinálta Orbán Viktor 94-től kezdve folyamatosan, és a 2002-es törés után is folytatta, hogy egy iszonyatosan erős hátországot épít minden szempontból, mondom, intellektuális háttér, gazdasági háttér, pártszervezetek enélkül. Enélkül nincsenek ilyen csodák a politikában. Be lehet jutni a parlamentbe egy hirtelen hullám tetejére, ahogy az izlandi viccpárt bejutott, ahogy Görögországban a, a Siriza, tehát vannak ilyenek, sőt még nagyon-nagyon itt, a Siriza pont kormányra is került, vagy a, de Spanyolországban a Podemos, hát a csodát várták tőlük. Aztán megmaradt az izlandi párt az eltűnt a a Podemos az úgy megmaradt valahol így a egyre jelentéktelenebb baloldali pártok között. Tehát ezek, ezek, ilyen, ezek az üstökös szerű felvillanások, ezek tényleg nem tartanak sokáig. Visszatérve itt a konzervatív vagy jobboldali fordulatra és ennek a kritikájára, ugye Magyar Péter ezzel állt végül is elő, hogy kritizálta ezt a fajta most túltolását mondjuk a jobboldali fordulatnak, és ugye az unió részéről is, a nyugat részéről is, most amerikai részéről is inkább ilyen kritikák szoktak jönni, hogy hány százalék a média, mennyire szabad a sajtó, Tom, az egyetemek alapítványba szerző, most sorolhatnánk egy csomó mindent, ami kicsit ezt a centralizálás központosítást támadja. De az az érdekes, hogy te is említetted, hogy az Antal kormány idején nagyon fordított volt a helyzet. Ott kaptunk ilyen kritikákat, hogy tudom, milyen túlsúlyban van a baloldal esetleg például a média tekintetében, vagy ilyesmi, vagy ez ilyenkor érdekes, amikor a kormányban lévő oldal, vagy ideológia az, ami határozottabb. Persze, hát az európai, akkor még nem voltunk tagok az Európai Uniónak, de már társulási szerződésünk volt, meg sok minden, meg hát nyilván deklaráltuk is a szándékunkat. Tehát a, a meg hát Amerika is, mint azért, pár akkor látszott, hogy szövetséges sémálunk, ők nagyon sokat kritizálták, hogy a, a bal oldal kezében van a, a sajtó. Ja nem. Tehát szó nem volt erről. Tehát akkor tényleg valóban nem volt, ez egyáltalán nem volt probléma, ez azért probléma, mert az a, egyébként hozzáteszem, hogy, hogy nincs, nincs jobb oldali túlsúly a sajtóban, egy nagyjából 50-50 százalékos -50 állapot van ami borzasztó szokatlan a baloldal, meg hát a globalista oldal számára, mert ahhoz vannak szokva, hogy övéké a, a hegemónia, és, és ez, ez ugyanaz, mint amikor most már azt mondjuk, hogy minden, aki, mindenki, aki Lenintől egy kicsit is jobbra áll, az fasiszta. Tehát most már az van, hogy minden, minden, ami a 95 os baloldali média túlsúlyhoz képest már nekik kevesebb, akkor már jobboldali diktatúrát kiabálnak. Pedig hát az van, hogy egy nagyon színes, Paletta van a magyar médiában. Tehát van, van egy csomó kormányközeli médium, vagy kormánypárti, van egy csomó deklaráltan ellenzéki médium, elsősorban külföldi pénzből finanszírozva. Ezek között van egy nagyon jelentős koordináció is, de egyébként azért nem teljesen egyformák. Van egy csomó médium, amelyiknek a, a, a szellemisége az mondjuk közelebb áll a kormányéhoz, de egyébként egy, egy mondjam sajátos hangvétellel közelíti meg a kérdést, itt most egész véletlen pont a hitrádióra gondolok, hogy ez ide, ide, sorolható, de számos olyan médium van még, amelyik, mondom, szellemiségében sorolható ide vagy oda, de egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy, hogy valami fajta kurzust követne, vagy, vagy, vagy egy papagáj kommandó része lenne. Tehát egy nagyon-nagyon sokszínű, érde, izgalmas és média. egyáltalán be lenne kötve a rendszerben, mert ugye itt is ez is a vád, például Magyar Péter részéről, ugye tegnap bement az egyenes beszédbe, még az atv is bekötött Igen. médiának adta, Ez egy, de... mindenképpen egy, egy, nagyon taktikus lépés bemenni valahova, és azt mondani, hogy figyeljetek, tívej, ti, és is megvagytok véve. Tehát csodálom, hogy <laughs> jó, nem csodálom, de akár azt is mondhatok, hogy ja, bocsánat, akkor kikapcsoljuk a mikrofon. Tehát, hogy hogy lehet valaki ennyi hogy oda megy és oda szarik az asztalra, ahol, épp, ahol éppen etetni próbálják. Na tehát, hogy Magyarországon azért létezik, főleg a közösségi média miatt egy ilyen függetlenebb része is egyébként már a médiának, vagy a sajtónak. Tehát nem az van, mint a 90-es években, hogy ugye a klasszikus média van, frekvenciák, kiosztott csatornák, és akkor tényleg csak az tudott megszólalni, akit engednek, hanem itt a közösségi média, az internet világa, igazából bárki megszólalhat, hát itt vannak az influencerek, így nőttek fel. És hát nézzük meg, hogy a közösségi média inkább egyébként ennek a mainstream kurzusnak ad több teret, vagy támogatja inkább ezt a megszólalást. Hát max mert a, mert a közösségi média teret létrehozó vállalatok, azok mind részei ennek a globalista kurzusnak. Nagyon erősen érdekeltek is benne, sőt igazából ők az, ők az irányítói ennek. Úgyhogy az a, a Facebook és YouTube cenzúra, amiről beszélni szoktunk, az, az egyáltalán nem egy alufóliás is, akkor összeesküvés elmélet szerintem mindkettőnknek gyakorlati tapasztalatai vannak ezzel, de nagyon sokaknak, hogy egész egyszerűen bizonyos témákat, bizonyos irányultságokat nem, nem, nem tolerál a közösségi média. Letiltják a videókat, letiltják a csatornákat, hogyha ha az LMBTQ-ról, a migrációról, a COVID-ról olyan megközelítésben beszélnek, ami szembe megy a a, mondjuk a, a, központi előírások, a nagyon, nagyon brutálisan egyre inkább egy ilyen egyfajta ilyen szellemi diktatúra alakul ki. Ettől függetlenül ezt nyilván kezeljük a helyén, tehát ettől még léteznek, és lehet létezni a közösségi médiában konzervatív, szuverenistaként is. Nagyobb a veszély, hogy letiltanak csatornákat, videókat, de ott, ott, ott tudunk lenni. Tehát valóban egy, egy sokszínű palettát látunk, és Magyarországon különösen, tehát ahogy a klasszikus médiumok is nagyon sokszínűek, Magyarországon ugyanúgy a közösségi médiában is rengeteg hang meg tud szólalni. Ehhez nyilván egyrészt a, balolda, a hagyományos baloldal nincs hozzászokva, ez a, ez a modern globalista, nem is érdemes már baloldalnak nevezni, egyszerűen ez, a, ez az ilyen kozmopolita kör, ez pedig egyszerűen nem szeretné, hogy, hogy az ő vehemens és, és lehengerlő narratívájával szemben érdemi hangok megszólaljanak, és ezért is ugye az Európai Uniónak van egy nagyon rémisztő, ez most már nem csak tervezet, hanem, hanem ez most már folyamatban van ennek a, a gyakorlatba ültetése is, hogy hogyan akarják a közösségi médiát az Dezinformációval szembeni küzdelemre hivatkozva nagyon erősen korlátozni. Tehát, tehát az, az amúgy is jelentősen korlátozó YouTube-ot, Facebookot, Google-t, csatornákat még szigorúbban kötelezné az Európai Unió arra, hogy hogy tiltsanak le, ne engedjenek, ne adjanak teret olyan hangoknak, amelyekre valamilyen egyébként senki által meg nem választott grémium, bizottság, valakik azt mondják, hogy na, ez álhír. És hát, hogy mi az álhír, azt ugye ők, ők döntik el. És ez, a, ez tehát az, ez egy, ez, egy, nagyon ijesztő és nagyon, nagyon sunyi Ö, nyomulás is, hogy ez, ez az álhír, mert ebbe bármit be lehet, súlva, bármi, amiről mostanáig itt beszéltük, azt mondják rá, hogy álhír, és hogyha megvan a felhatalmazása valakinek, hogy ő, ő az, aki eldöntheti, vagy ők azok egy, mint egy kisebb ö, csoport vagy szervezet eldöntheti, hogy mi az, ami álhír, és ő azt mondja, hogy álhír, akkor kötelező lesz a YouTube-nak, meg a Facebook-nak azt a tartalmat eltávolítani. Ez, ez rettenetesen veszélyes. Ugye a tényellenőrzőket már mi is ismerünk itt Magyarországon. Hogy, hogy? Vannak, tehát a tényeket rendszeresen. De most hozok egy másik témát még itt gyorsan a műsor végére, egy különleges megállapodás értelmében kínai rendőrök is járőrözhetnek, eljárhatnak Magyarországon a jövőben. A belügyminisztérium is megerősítette ezt a hírt. Egyébként először a Német Welt című lapban lehetett erről olvasni. Mi a véleményed erről? Ugye E, például a mi hazánk, tehát a jobb oldal, szél, jobb oldal széléről e, nagyon kritizálják ezt a megállapodást, mert azt mondják, hogy semmi keresni valója magyar fegyveres rendőri szervekben külföldieknek, főleg nem kínaiaknak. Ugye a kínaiakkal kapcsolatban amúgy is van egy ilyen tudom, félelem, vagy egy ilyen, 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 ilyen félelmetes gondolatok e, kerítik az embert hatalmába. A belügyminisztérium szerint ez pedig egy ilyen hogy mondjam, egy teljesen veszélytelen megállapodás kötött más ország is ilyet már Kínával. Te hogyan látod ezt? Valóban több más ország is kötött már ilyen megállapodást Kínával, de Magyarország is kötött már ilyen megállapodást. Más mert a horvát tengerparton is járőröznek magyar rendőrök, mert sok a magyar turista. Tehát ez, ez egy alapvetően nem ördögtől való, hogy a, ha egy országban valamilyen más ország állampolgárai közül egyszerre nagy számban vannak jelen, akkor valamilyen módon a helyi rendfenntartó szerveknek Segítséget tud az nyújtani, hogyha az adott másik ország állampolgárai nyelvén beszélő, az ő kultúrájukat ismerő segítséget tudnak kapni. Tehát, hogy hogyan? Elvi szinten ez, ez egyfelől rendben van. Másfelől szintén elvi szinten az ember valóban egy kicsit azt mondja, hogy na de miért, miért kellene ide nekünk? Kínai rendőrök. Tehát értem ezt a fajta ilyen emocionális viszolygást visz ettől. Az a helyzet, hogy ugye a, 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 a mi hazánk nagyon erősen rá is ment erre a több, több szempontból is, erre a a Vendégmunkás, vendég, a vendégmunkásokra gondolok, igen, tehát az, az idegen gyűlölet és nem, nem, azért nem szeretem ezt a szót, mert ez is el lett csépelve. Tehát a magyar az egyáltalán nem egy idegen gyűlölő nép, mert annyi, annyi, annyiszor találkoztuk a történelmen, és persze sokszor kiszúrtak velünk, de alapvetően annyira hozzá vagyunk szokva, hogy itt állandóan találkozunk mindenféle más népekkel, hogy, hogy megtanultuk ezzel együtt élni, és egyébként a, 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 a turistákat is Szívesen fogadjuk, nem véletlenül szeretnek Te így a kínai járni. kínai közösség is a kínai itt. kínai közösség is itt, egy él, tehát jó érzünk. Egyébként az érdekes, hogy én szép ma hallottam, hogy, hogy a Feri hegyre azt hiszem most meg háromszorozódik a az ázsiai, főleg kínai, de például a mongol járatok száma is, tehát hogy jelentősen változik a turizmus összetétele is. Most nézzük meg, hogy a kínai turistákkal szokott lenni több gond Magyarországon, vagy a legény búcsúzó angol segrészek diákokkal. Tehát nem, tényleg nem biztos, hogy ennyire kell félni a kínaiaktól. Amiatt, hogy egy milliárdan vannak, az egy jogos félelem, hogy, 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 hogy huha, de ebben, nyilván erre most nem lesz időnk bőven kifejteni, de Kína nem egy, nem egy, olyan típusú hódító hatalom, amelyik a, az ő berendezkedését rá akarná erőltetni más országokra. Sose volt ilyen, tehát történetleg nem ilyen. A kereskedelemmel viszont nagyon is hegemóniát igyekszik létrehozni. Úgyhogy az, hogy. A, de ez már megtörtént. Tehát a, a Kína nem csak a kínai áruk, de Kína szerepe a világgazdaságban, az megkerülhetetlen, de kínának nincsenek olyan típusú hódító, ambíciói, hogy hogy egy kis Kínát hozzon létre Magyarországon. A helyi közösségekben szeretik valamilyen szinten a saját szabályaikat is érvényesíteni, és ez egy. Ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ez ugyanaz, mint a Sária törvények Marseille-ben vagy Londonban. Tehát nem szabad, hogy párhuzamos társadalmak kialakuljanak, hogy a, egy államon belül olyan régiók jöjjenek létre, ahol az adott államnak a, a törvényei csak elvben érvényesek, a gyakorlatban nem, is, ahol az adott államnak az erőszak szervezetei, rendőrök, katonák már be sem mernek menni, mert, mert a saját szabályaik szerint működnek, ennek nem szabad létrejönni. Tehát, hogyha kínai rendőrök járőrözhetnek Magyarországon, Budapesten, bárhol, az nagyon fontos, hogy az egy, az egy, szoros együttműködésben legyen a magyar rendőrséggel, és ne az legyen, hogy jó rendben van, akkor ezen ebben a három háztömbben, vagy ebben a kis körzetben, akkor a ti majd rendet tartotok, mi nem is foglalkozni. Ennek, ennek valóban nem szabad megtörténnie. Te egyébként, ha igazoltatna téged egy kínai rendőr, most ahogy innen majd kilépsz, akkor te, hogy mondjam, jó szívvel odaadod a papírjaidat, és ezt... Valószínűleg én is megkérdezném, hogy most te <laughs> hogy kerülsz ide, barátom. De anél, tehát nem akarok szakértőjére megtisztelő, hogy ebben a kérdésben is me megkérdeztél, nem is most mi mindenről beszélünk. Én ennek a témának, vagy a jogi részének egyáltalán nem vagyok kellő mértékben ismerője, tehát nem is tudom, hogy ez ennek hogy, hogy, lesz majd a, a gyakorlati megvalósítás, hogy fog, kinézni, megvalós, hogy fog kinézni, mi a szabályozása, de én azt nem, abban nem vagy legalábbis szeretném minden, hogy az nem úgy néz ki, hogy a, én sétálok a Krezgéza utcában, és akkor egyszer csak oda jön hozzám egy kínai rendőr. Tehát, hogy ennek, ennek azért mondom, hogy szorosan a magyar rendőrsége. Tehát minimum egy magyar, meg egy kínai rendőr ketten, hogyha olyan, olyan az adott környék vagy közeg, ahol nagy számban vannak kínaiak, akkor érthető. Akkor el tudom fogadni, hogy egy kínai és egy magyar rendőr közösen intézkedik. Minden esetre ez az intézkedés, vagy ez a hír egy kicsit ráfókuszálja a figyelmet most az itt élő kínai közösségekre. Mi is fogunk ezzel a témával foglalkozni a jövő héten. Úgyhogy erről, erről, legalább most szó lesz, mert eddig ez egy ilyen elhanyagolt téma volt. Az, az, nem baj, hogyha szó van róla, mert, mert, mert valóban van egy. Érdekes, hogy pont nemrég egy, egy ismerősöm megfűzött, hogy menjek ki vele a kínai piacra, a Józsefvárosi, ahol nagyon régen jártam, és tényleg megdöbbentem, hogy egy hogy milyen, milyen, milyen érdekes világot találtam ott, és azért nagyon érdekes, mert ugye ott vannak -e ezek a kis boltok, kicsit hasonló, tehát, tehát a távol keleten egész máshogy néznek ki a, a, hagyományos boltok, mint ugye, amit mi nyugaton megszoktunk, és akkor ott vannak ilyen emberek, akik áll, dolgoznak, állítólag egy részük ott is lakik valami kis szobában az üzlet mögött, de azért ott vannak a BMW-k, meg a porsche meg a különböző terepjárók, amiket az az üzlet tulajdonosok abban érkeznek, jönnek, mennek, szóval egy, egy kis, akik egyébként persze a rózsadomból laknak, amúgy teljesen az adott, hogy mondjam, a, a környéken békésen és normálisan beilleszkedve a, a környezetbe. környezetben. Szóval ez egy nagyon furcsa dolog, amit, ne, amit, nem nagyon tudunk elkerülni. Tehát az hogy, az, hogy a világ egy ilyen globál falóvá vált, az, 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 egy adottság. Az, az hogy, 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 ez milyen mértékben történik, ott van a, ott van a dolog, ott van a kutya elásva, hogyha ha, ha viszonylag kevés, a lakosság arányához képest kevés bevándorló jön, vendégmunkás jön, ezek nyilván egy része visszamegy, és ez fontos is, hogy ne, ne legyen nyitott számukra, vagy legalábbis nagyon nagyon nehéz legyen számukra a, 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 az áttelepülés családostól. Persze ezt is ki tudják játszani, mert ha a fél is, meg a feleség is kér munkavállási engedélyt, akkor már itt a család, lehet sok mindent csinálni, de ez még mindig nem, nem üt állt egy kritikus tömeget, és ne, és fontos, hogy ne is üssön át. Tehát, ugye Nyug Nyug Nyugat-Európa otrontotta el, hogy, hogy gyakorlatilag szabad teret engedett a bevándorlásnak, morális okokra hivatkozva, és nem nem, 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 törődött azzal, hogy míg a, a kismértékű bevándorlás és az integrálódni képes bevándorlók azok hozzáadnak a gazdasághoz, addig a, a ellenőrizetlen, Nagymértékű bevándorlás az párhuzalmas társadalmakat hoz létre, ami hát ha nem is feltétlenül veszel a gazdaságból, bár most már rengeteg segély miatt azt is teszi, de egyszerűen az adott közösségeket, a társadalmakat helyi szinten mindenképpen, de most már nem csak helyi szinten is, hanem sok helyen országos szinten is felborítja. És ez, ez, ez az, amit nem szabad engedni. És az az érdekes, hogy maga a társadalom ezzel már akkor szembesül, főleg európában amikor már nem nagyon lehet mit tenni, mert már olyan szintű ez az arányváltozás. Tehát, hogy, hogy érdekes, hogy hol lehet az a pont, amikor azt kell mondani, hogy jó, ennyi, és akkor ez még belefér, már több nem, mert hogy egy darabig ezért ez nem látható, vagy nem annyira nyilvánvaló, amikor meg már az, akkor meg már megy az hogy mit kéne csinálni. Persze, és ez nagyon, nagyon jogos felvetés azok részéről, akik azt mondják, hogy, hogy ugye, ha azt mondjuk, hogy jó, hát ez csak néhány bevándorló, és hogy németeknél is így kezdődött, de hogy Trianon is emiatt történt, mert hogy ugye az elhagyatott, vagy törökök által leigázott területekre be kellett telepíteni embereket, hogy műveljék a földet, hogy legyen munkaerő később, a, a, a akár a földeken, akár. A, ugye Magyarországon nem volt olyan erős az ipari forradalom, de hát azért voltak nálunk is, hogy létrejöttek gyárak, tehát kellett a munkaerő, és akkor ezért jöttek románok, szervek, stb. 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 Tehát van egy ilyen párhuzam, amit, amit fel lehet állítani, és ez nem, és ez ugye nem, nem indokolatlan ez a párhuzam. Tehát valóban az, hogy, az, hogy Trianon meg tudott történni, és az, persze ahhoz kellett az, hogy a nagyhatalmak nagyon is érdekeltek legyenek abban, hogy az osztrák-magyar monarchia essen szét, és hogy Magyarország ö, pedig ö, vissza, mert látható volt, hogyha ha egy erő, még, még, osztrákok nélkül is egy nagyon erős Kárpát-medence, nyilván magyar vezetéssel, az egy, az egy, nagyon fontos és nagyon erős gazdasági pozíció lett volna, ugye a, a bányákkal, vasúthálózattal, gyárakkal, tehát a megmaradt Magyarország az, az minden szempontból csonka volt, nem csak a területét, hanem az iparát és a gazdasági lehetőségeit tekintve is, tehát nem kellett attól tartani a, a, a franciáknak leginkább, hogy itt Közép-Európában létrejön egy, egy, egy erős hatalom, amit, amit ők nem tudnak lenyelni. Úgyhogy ezért fel is lázították a, a kisantant különböző népei, tehát ez kez, ehhez kellett az a tevékenység is, de meg volt hozzá az alap, mert itt voltak azok a nemzetiségek jelentős számban, akiket fel lehetett lázítani. Tehát nem nem ördöktől valóak ezek a párhuzamok, és az sem, hogyha ezekre, ha ezekről beszélünk, meg ezekkel, ezekkel foglalkozunk, és odafigyelünk, és nem hunyunk szemet. Tehát az, 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 hogy, a, az hogy a bevándor, hogy a, a vendégmunkásokat ö, engedjük, mert a gazdaságnak szüksége van rá, az az érme egyik oldala, az, és, az, és, ez rendben van, de valóban a másik oldalon azt is kell nézni, hogy ez, hogy ez hol van az a, az a nem tudom, fordulópont, vagy kritikus pont, ahol ez már veszélyezteti a, a magyar társadalomnak a, a, hát akár a fennmaradását is hosszú távon, vagy legalábbis a, a, abban a formában való működését, ahogy az eddig működött. Ez egy, ez egy tulajdonképpen, ez, ez a politika művészete, hogy meglátni ezeket, a, megtalálni azokat az arányokat, azokat az egyensúlyokat, ahol, amin, amin végig lehet menni. Nagyon szépen köszönöm, hogy erre a kérdésre is választoltál, és Jeszenszky Zsolt volt a vendégünk, politikai hobbista. Köszönöm. köszönöm.